A kuflik és a szélposta. Egy őszi éjszakán nagy szél süvített át az elhanyatott réten. Történt itt tegnap óta. Mindenfelé csupaszon meredeznek a bokrok ágai. Nézett körül másnap reggel Pofánka a kufli kupac magasából. Lomtalanítás volt, mondta Béla bá. Az őszi szél járt erre, és lefújta róluk a leveleket. Szemtelenség! Megyek és visszavarrom őket a helyükre, kiáltotta Pofánka mérgesen. Én is megyek, csatlakozott hozzá Hilda. Olyan szomorúan néz így ki az elhagyatott rét. Valahogy olyan elhagyatottan, bolintott Fityirc, és ő is Hilda után szögdécselt. Addig mi talán társasozhatnánk egyet, fordult Titusz a többiekhez. Így is tett. Kezdjünk hozzá! Nézett körbe Pofánka. Szerintem mindegyikünk válasszon magának egy-egy bokrot, javasolta Hilda. Azzal előhalászta zsebéből a zsebvarró készletét. Azzal varrogatni kezdtek. Pofánka egy medvebimbó bokrot nézett ki magának, Hilda egy közeli vattabogyó bokorhoz szögdécselt oda. Mostanában könnyen avarba jövök. Fityircnek pedig némi tépelődés után egy gírbe-gurba törzsű tyúkfog bokorra esett a választása. Nem volt könnyű munka, mert sokat kellett hozzá hajolgatni. Meg persze nyújtózkodni, amikor a felső ágakra kellett felvarni a leveleket. Ki hitte volna, hogy ennyi levél van egy bokron? Sóhajtott a Pofánka. Fé, a mindenit. Azért végül csak elkészültek. Egészen csinosak. Pihenjünk egy kicsit a kupacunknál, mielőtt folytatjuk a munkát. Ígyunk egy teát, rágjunk egy kis sütit, vagy valami efféle. Ezzel a többiek is lelkesen egyetértettek. Ám ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, ismét hatalmas szélvihar került. Ennek is nagyon sietős lehetett a dolga. Gyerekek, rám is sorhattátok néhány levelet, ha időtök engedi. Mondta nevetgélve a beszélő fatuskó. A leveleink. A teringettét, mondta Titusz, mert ennél éppen nem jutott jobb az eszébe. Most mit tegyünk? Kezdjük előről az egészet. Hogy. Aztán jöjjön egy újabb szél, és megint elfújja a leveleket. Talán megkérhetnénk őket, hogy ne csináljanak többet ilyet. Írjunk nekik falevélre, abból igazán nincs hiány. Akár kezdhetjük is. Keressünk szép nagy faleveleket. Na de mennyit? Összesen hány szélnek is kell levelet írnunk? Lássuk csak! Van az a szél, amelyik lefújja a kalapomat. Meg van az a másik, amelyik a fűszálakat táncoltatja. Aztán amelyiktől kipirosodik az orrunk. És amelyik megdösi a hátunkat szögdécselésre. Egy másik pedig összekolcolja a frizuránkat.
és ott van az, amelyiktől borzong a tokánk. Gyerekek, ez eddig csak hat. Ja, ja, meg még van az a, az a szél is, amely... Fütyül mindenre. Kiáltott a fityírc, aki eddig valami máson töprengett. Az összes fel, hét! Összegezte a hallottakat Béla bá. A kuflik kerestek hét nagyobbacska falevelet, majd mindegyikük elővette a zsebtöltő tollát, és nekiállt a levélírásnak. Volt, aki szép, hosszú levelet írt, volt, aki egészen rövidet, mert csak három betűt ismert az ABC-ből, és olyan is volt, aki inkább rajzolt. Na jó, de most hogyan küldjük el a leveleinket? Kérjük meg a következő errejáró szelet, hogy legyen a postásunk, és vigye magával őket. Szélposta! Ez aztán igazán eredeti ötlet. Nem kellett sokat várniuk. Hamarosan táncolni kezdtek körülöttük a fűszálak, majd a szél kikapta a kuflik kezéből a faleveleket, és már repült is velük tovább. Kíváncsi vagyok, célba érnek-e a leveleink? Amíg kiderül, ígyunk egy ormogyó teát. Ez az! Kiáltottak a többiek, hiszen nincs is annál jobb egy ilyen szeles őszi napon. Béla bá távcsöve. Egy pompás nyári reggelen Béla bá kupac tetején nézelődve észrevett valamit a távolban. Elővette hát a zsebtávcsövét. Béla bá távcsöve. De hát ezt már mondtam az előbb. Na mindegy. Igen ám, csak hogy amint Béla bá a szeméhez illesztette a távcsövet, az üvege kiesett és elgurult a fűben. Amanórunk, jamek! Bosszankodott Béla bá. Mit csinálsz? Mi történt? Valér odaugrált, hogy segítsen. Régi darab már! Még az öreg apámtól kaptam ajándékba, pendelyes kuflikoromban. Elveszett belőle egy csavar, állapította meg Valér. Csak hogy ilyen csavar nem terem minden bokorban. Mi a csavar? Kérdezte Fityirc. Ilyen régi módi csavar még ott sem, rázta meg a fejét Valér. Efféle holmikat a csocsótánynál érdemes keresni. Szólt közbe egy arra kódorgó, grabancos baflag. Hol lakik az az illető? Kérdezték tőle a kuflik. Rövid sétára innen. Mutatott egy karcsú létra fára a baflag. Néha az az érzésem, hogy valaki kitalálja ide ezeket a furcsa lényeket. Ingatta a fejét Valér, miközben leszögdécseltek a kupac oldalán. Ki tudja? Lehet, hogy minket itt csak kitaláltak ide. Mondta Fityirc. Micsoda badarság! Kitalált kuflik, hogy szögdécselhetnének egy igazi réten? Nevetgélt Béla bá. Még tovább is beszélgettek volna, de közben odaértek a létrafához. Kicsit furcsán néz ki, de könnyű felmászni rajta. Mondta Valér, mikor felpillantott a fára. Ó, ezek a fiatalok! Rövid kapaszkodás után ott is voltak a csocsótány példátlanul rendetlen fészkében. Mi kéne volna? Kérdezte tőlük a borostás bogár. Egy idevaló csavart keresünk, mutatta Valér Béla bá öreg távcsövét. Csáros kérdés! Dünnyögött a csocsótány. Van egy lomozom tele picnikkel, sróflikkal, csavarokkal, meg zimmentyűkkel. Turkáljatok benne, hát találtok valamit. De ott sincs, nézzetek körül a tokmány a peckek és flaknik között. Egy ilyen apró holmi bárhol elkeveredhet. Még sok ilyen szép szót tudsz? A szép szavakat ott külön gyűjtöm, mutatott egy viharvert fiókos szekrényre a bokára. És ez itt? Az egy régi típusú egyszerre néző. Ha felveszed, egyszerre látod, ami volt, ami van, és ami lesz. Kipróbálhatom? Persze, de csak óvatosan.
Valéra fejére húzta az ütött kopott szerkezetet. Fú, mekkora összevisszaság! Véletlenül nem láttad a jövőben, hogy megtaláljuk-e a csavart? Kérdezte Béla bá. Csak Zödönt láttam felbukkanni egy pillanatra. Én is kipróbálom. Képzeljétek! Azt hiszem, láttam, hová tűnt a távcsövem csavarja. Valószínűleg Zödön ette meg a vacsóskával együtt. Akkor végképp búcsút vehetünk tőle. Az nem biztos. Lehet, hogy megakadt a torkán, és ezért turkált olyan nagyon a szájában. Menjünk haza gyorsan. Jó, de majd máskor vissza szeretnék jönni ide. Mindig megtaláltok itt. Kivéve szerdánként. Olyankor csocsózni járok a focintérekkel. Mondta a bogár. Mikor hazaértek, a többieket ott találták a kupac tetején. Valami beszorult Zödön foga közé. Talán egy csont? A csontjának nincs csontja. Azt mondja, hogy a vacsóskának nincs is csontja. Fordította Hilda. Ha idehajolsz, megnézem, mi az. Zödön nagy nehezen kirángatta a kezét a szájából, és lehajolt Valérhoz. Rögtön gondoltam. Kiáltotta Valér rövid nézelődés után, és egy apró csavart piszkált ki Zödön foga közül. De jó, hogy meglett! Akkor játszhatnánk is vele egy távbújócskát. Mi elszögdécselünk jó messzire a réten, te pedig megkeresel minket a távcsöveddel. Remek ötlet! Ingatta a fejét mosolyogva Béla bá. Aztán szeméhez illesztette a távcsövét, és fürkészni kezdte az elhagyatott rét, bokrokkal pettyezett végtelenét. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajt a fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a Sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy Sámlit. Vonogatta a vállát Fityirc. Én nem Sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Más milyenek. Mosolygott a Sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó. Fityirc, ahogy leült a Sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Minden ilyen különös, kérdezte rémülten Fityirc. Most olyannak lát mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a Sámliszkóp. Ekkor Fityirc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla báéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityircnek. Milyen jó kis Sámlit találtál magadnak! A
Ahogy Fityérc felállt, a két idegen Bélabává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy sámi. Szögdítsen, közelebb Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Bíztatta barátait Fityérc. Kiáltotta meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre való. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titus. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha rájössz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztán, amit ha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ide! A sámlinülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titus. A guflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a sámlira. Csak Fityércnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityércet! Minden nagyon furcsa. De Fityérc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkó. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityérc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityérc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a sámliról, és meglátjátok! Bólintott Fityérc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett zödön. Sosem láttatok még éhes guflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta fejét Titus. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgysem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Lejárt a munkaidőm! Ma már ne is ívjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titus. Útközben meg játsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian. A kuflik és a pofavágó verseny. Egy őszi hajnalon Valér korán ébredt. Nem madárcsicsergésre, nem zödön horkolására, még csak nem is arra, hogy dörög az ég, hanem egy ötletre. Pofavágó verseny! Azzal már rohant is, hogy elmondja a többieknek. Jó reggelt! Rikkantotta Valér. Dörmögte álmosan zödön. Jó reggelt! Lelkesedett Valér. Nyújtózkodott Pofánka. Jó reggelt! Kiáltotta Valér. Ébredt riadtan Titus. Jó reggelt! Rázta fel Hildát Valér. Mi az? Értetlenkedett Hilda. Jó reggelt! Kiabálta Valér, mert Bélabá köztudottan nagyot halló. Jaj! Mi történt? Lepődött meg Bélabá. Jó reggelt! Ébresztette Fityércet Valér. Már éjjel is, reggel van. Elmélkedett Fityérc. Jaj, mi történt már megint?
nyafogta Pofánka, amikor mindannyian kiszédelektek a kufli üregükből. Zseniális ötletem támadt! Ez a hajnali ébresztés az? Kérdezte Mogorván Titusz. Dehogy! Egy pofavágó verseny! Nincs az ilyesmihez kicsit korán? Kérdezte álmosan Hilda. Még nem is reggeliztünk. Dörmögte Zödő. Úgy emlékszem, te éhgyomorra különösen remek pofákat tudsz vágni. Nekem még fel sem ébredtek a pofavágó izmaim. Motyogta félállomban Fityirc. Az pedig nagyon veszélyes. Ismertem egy tapír, aki egyszer kora hajnalban próbált pofákat vágni. Hát, aztán úgy maradt, mondta Béla bá. Ez meg hogy történhetett? Begörcsöltek az izmai, napokig vicsorgott, és kilógott a nyelve. Nagyon szenvedett szegény. Vajon miért vágott pont ilyen arcot? Érdeklődött Hilda. Úgy emlékszem, egy fagyit nyaló mókust próbált utánozni. Magyarázta Béla bá. Szerintem a mókusok sosem szoktak fagyit nyalni. Akkor sem, ha melegük van. Erdőkben nem árulnak fagyit. Ennyi az egész. És mi van, ha a mókus készít magának? Kérdezte Fityirc. Mégis, szerinted miből tudna fagylaltot csinálni egy mókus? Nyilván, magyaróból, mondta meg a vállát Fityirc. Csak hogy a fagyihoz nem elég ám a mogyoró, ahhoz tölcsér is kell. Itt a közelben tölcsér bokor is akad. De ez az elhagyatott rét, és mi most egy erdőben élő mókusról beszélünk? Nem! Mi a pofavágó versenyről beszélünk? Kiáltott közbe Valér. Akkor most tényleg az van, hogy utánoznunk kell egy fagyizó mókust. Pont reggeli elő. Ez már a verseny? Zödön egy személyes mókus verseny. Elég már a mókusozásból. Miért? Szerinted mit nem volna fura utánozni ilyenkor? Talán egy fókát? Fókát? Miért volna kevésbé furább hajnalban egy fofóka, mint egy mókus? Mondhattam volna rókát, vagy akár csókát is. A legfurább az egészből úgyis a fagyi. Szerintem fókát utánozni sokkal nehezebb, mint a rókát. A csókáról nem is beszélve. Megmutatnád? Szívesen, akár nem, mindegyiket. De a róka szerintem inkább ilyen arcot vág. Mit csináltuk itt ilyen korán? Dugta elő a fejét Mohamanyi. Csak nem pofavágó versenyt rendeztek. Ezt meg honnan veszed? Talán mert pont úgy néztek ki. Dehogy! Mi csak épp megnéztük, nincs-e még túl korán a felkeléshez. És túl korán van.
Nagyon is. Válaszolták kórusban a kuflik, azzal el is tűntek az üregeikben, mintha ott se lettek volna. Sohasem.